Most pedig fontos egészségügyi témával folytatjuk. Szeptembertől kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás magával, az elvvel. Egyetért beadásának részleteiről azonban már kevéssé a magyar orvos közösség. Közben az egyik közösségi média is neki ment az oltás ellenes tartalmaknak. Póta György, a házi gyermekorvosok egyesületének elnöke a vendégünk, de előtte jöjjön egy rövid összefoglaló. Nagyon romboló, hogy a kormány rendelkezése szerint 13 és 16 hónapos korban kapják meg majd a gyermekek a bárányhimlő elleni vakcinát. Ezt a házi gyermekorvosok egyesületének elnöke nyilatkozta pár napja a Magyar Narancsnak. Póta György emlékeztetett, az eddigi hagyományok szerint ezt 15 és 18 hónapos korban adják be a csöpségeknek. A szakmam ettől függetlenül örül annak, hogy szeptembertől kötelezővé és ingyenessé válik a védőoltás. Ezzel együtt ugyanis már 12-re bővül a kötelező oltások száma hazánkban. Eközben még mindig dúl a harc az oltás ellenes propaganda terjedése ellen. Ezúttal az egyik közösségi platform döntött úgy, hogy eltávolítja a keresőjéből az oltásokról hamis információkat terjesztő bejegyzéseket. Póta György, tehát a vendégünk, jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Tegyünk először is félre tisztázzunk pontosabban egy fontos kérdést. Ugye elhangzott két dátum, hogy eddig 15. és 18. hónapos korban adták be a kicsiknek ezt az oltást, és a kormányrendelet szerint majd most 13 és 16 lesz. De hát akkor magyarul eddig is oltottak bárányhimlő ellen. Természetesen, hát én személy szerint is, meg a kollégáim is közel 10 éve oltunk folyamatosan bárányhimlő ellen. Eddig ez az oltás választható oltás volt. Tehát magyarul azt jelenti, hogy a szülőnek kellett receptre, de a szülőnek kellett megvennie pénzért. Szeptembertől pedig kötelező lesz, ami nem csak azt jelenti, hogy ingyenes, hanem azt, hogy mindenki meg fogja kapni. Kivételesen, mivel most már ugye így nem számít reklámnak, csak hogy kérdezzem meg, hogy mennyibe került egyébként ez a vakcina? Ez darabonként 10 000 forint körüli árban volt, és ugye kettő kell belőle, mint az összes híradásból kiderült, tehát ez egy durván 20 000 forintos tétel volt a családoknak. Ez a része mindenképp jó, ha más nem nézünk, hogy ugye nem kell a családoknak a zsebükbe nyúlniuk, ha kötelező, jó a társadalom átoltottságát tekintve. Van, pontosan, azt... és ezért mi harcoltunk, tehát minden, mikor utána második részben most jön az, hogy mivel nem értünk egyet, okay. Tehát én mindig hangsúlyozom, hogy az, hogy ez bevezetésre került ebbe a házi gyerekorvosoknak, személy szerint én is sok kampányba vettem ebben részt, tehát ez mindenképpen egy nagy siker, és mi ezt nagyon üdvözöljük. Egyébként a bárányhimlő elleni oltása soha nem volt kötelező, vagy csak soha egy ideje volt, nem? Soha nem volt. Most mi indokolja azt, hogy kötelezővé váljon? Egyértelműen ennek inkább ilyen népegészségügyi okai vannak, tehát a bárányhimlő, eddig is tudtuk, elmondtuk milliószor, hogy tud nagyon súlyos lefolyású is lenni. Nyilvánvalóan, hogy az 1% alatti súlyos lefolyás az egy kis százalék, de hogyha ehhez a 30 000 éves megbetegedésnél, 30 000 fölötti éves megbetegedést nézem, akkor ugye ez már nem olyan kis szám. Tehát az átoltottsággal viszont el tudjuk érni, hogy ugyanúgy, mint ahogy nálunk a többi fertőző betegség, tehát a kanyaró, a mumps, ez reményeim szerint a következő években gyakorlatilag eltűnik ez a betegség a gyerek társadalomból. Itt azért a betegség lefolyásán kívül ez a 30 000 megbetegedés rengeteg problémát okozott a családoknak, ez egy körülbelül 2 hetes kiesés a közösségből, ennyi ideig otthon kell tartani a gyereket, kivigyáz rá, táppénz, stb. Tehát ennek van egy ilyen oldala is, és ezt nem lehet elhallgatni. Nézzük akkor a részleteket, amivel nem értenek egyet. Nyilván nem vagyok orvos. Én nem tudom, mi a jelentősége annak, hogy gyakorlatilag 2 hónap elcsúszás van a között, amikor eddig oltottak, és a között, amit most a kormány azt hiszem, hogy már határozatban elő is írt, hogy mikor kell oltani. Határozat nem történt, csak azért, hogy legyünk korrektek. Egy bejelentés történt az országos tiszti főorvos szájából. És de ott is, már a konkrét dátum ez volt. A dátum hangzott el, mi is onnan tudtuk meg, tulajdonképpen ezért van az, hogy utólag mondjuk el a véleményünket. Tehát természetesen, hogy a nézők értsék, nem a 2 hónap különbséggel van a probléma, hiszen a világon majdnem mindenütt egy tólik határt adnak meg, hogy a 12 és a 18 hónapos kor között kell a 2 oltást beadni a megfelelő időintervallummal. A mi gyakorlatunk, és ez teljesen megfelelt a nemzetközi és az európai trendeknek, az volt, hogy a
miután ezeket az oltásokat lehet, sőt bizonyos esetekben javasolt együtt adni, ennek orvosi okai vannak, hogy a meglévő kötelező oltásokkal együtt adtuk be. Ez a gyerekek számára is jó volt, mert ahogy szokták mondani, egy alkalommal kaptak ugyan két szúrit, de ez stressz szempontjából sokkal kisebb stressz, mint hogyha hetenként kapnának egyet, illetve hát a szülők számára az amúgy is túlzsúfolt rendelések számára, tehát ennek egy gyakorlati jelentősége volt. Pont ezt akartam kérdezni, segítsen megérteni, tehát ez pontosan nagyon jól tudjuk, hogy nincs elég házi orvos az országban. Na most, ha be lehetne adni egy alkalommal kettőt, és ha másképp szabályoznak kettő oltást, akkor ezzel ugye megint csak egy túlterheltség a házi orvosoknak, hogy még egy újabb alkalom, amikor mennek a betegek. Mi ebben a logika? Hát az, hogy aki hozta ezt az rendeletet, mi a logika, ezt azt hiszem őt kéne megkérdezni, mi is ezt kérdeztük tőlük, hogy mi a logika. Hát én öntől tudom most kérdezni, mert nem tudom, értem. Csak ezért mondom, hogy nem, tehát a válasz egyértelmű, hogy nem tudom, mi volt a logika benne. Ez mondom, a családok számára is terheltség. Arról nem beszélve, hogy azért itt van egy olyan oldala a dolognak, hogy aki ismeri az infrastruktúrát, tehát gyakorlatilag nincs elég rendelőhelység, tehát nem csak az orvosok számával van baj. Magyarul ez a két plusz kötelezően beépített találkozás, ez nem elsősorban orvosszakmai, másodszorban, vagy elsősorban inkább egy technikai problémát jelent. Mi ezt nem értettük a logikát, és ezért írtunk a tisztifőorvosnak egy levelet, hogy ha lehet, akkor gondolják át ezt. Van még esély erre ön szerint, hogy ez változik? Hiszen akkor ezek szerint, csak hogy pontosítsunk, a rendelet még nincsen meg. Hát, ahogy szokták mondani, a remény hal meg utoljára, de azért most egy nagyobb pénzösszeget nem mernék feltenni a sajátomba. Jó, rendben. Említettük a házi orvosok helyzetét önnek. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egészen friss benyomásai és tapasztalatai vannak, mert ugye a hétvégén volt egy házi orvosi konferencia. Mi az, amivel ön ott találkozott? Mit mondanak a kollégák jelen pillanatban, milyen a helyzet? Igen, minden évben van egy nagy szakmai konferenciánk, ez volt a hétvégén, és ez egy nagy kettős érzést vált ki belőlem. Az egyik oldalon egy nagyon jó dolog, hogy az összes házi gyerekorvosnak közel 40%-a 530 regisztrált résztvevővel jól vagyunk, együtt vagyunk és örülünk egymásnak. Ugyanakkor, ahogy ön is mondta, ez egy személyes találkozásra ad lehetőséget a kollégákkal, és itt viszont már sokkal szomorúbb a helyzet. Gyakorlatilag most már nem csak a vidéki kollégák, tehát hogy szoktuk mondani, hogy a periférián dolgozók, hanem fővárosi kerületekből jelzik azt, hogy amit évek óta mondunk, az most már lassan be is következik, és a lassan az pár hónapról van szó, hogy 3-4 kollega egyszerre fog fölállni egy adott kerületben, aminek az egyik következménye az lesz, hogy az ott lévők számára lassan elviselhetetlen plusz. De miért fognak felállni? Mert hogy a körülmények nem adottak, a pénzügyi finanszírozás nem olyan. A pénzügyi finanszírozás az nem olyan, de az nem ezért állnak föl, mert akkor már 15 évvel ezelőtt is felállhattak volna. Nem, egyértelműen az előregedés, tehát betegek, idősek azt mondják, hogy nem bírom tovább, és azt mondják, hogy egyébként is ezért a pénzért már a kifejező azt mondják, hogy a belemet nem tudom tovább. Igen, tehát, és ugye ami hosszú távon megijesztő, pont nemrég volt egy felmérés az egyetemisták körében, hogy ki mennyire tervezi azt, hogy külföldön dolgozik majd, és kimutathatóan a legmagasabb az orvosi karon tanulók, hallgatók között volt, akik azt tervezték, hogy külföldön dolgoznak majd. Nem lesz könnyű helyzet. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk erről. Én is köszönöm szépen.